Reméljük, hogy az idén nagyon sokat találkozhatnak a nyelvszakokban. Reméljük, hogy én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a fővárosi önkormányzat nevében. Ez most már meg hagyományosan tényleg a szezonnyitást jelenti, amikor erre a sajtótájékoztatóra készülünk, és még nagyobb örömmel és izgalommal várom azt, hogy adott évben, mivel készül számunkra a nyári fesztivál, évről évre igyekeznek azt a tényleg nagyon minőségi kulturális kínálatot felülmúlni, amit az előző évben elhoztak ide a budapestiek és az ide látogató turisták körülére. Én azt hiszem, hogy az itt élő, fellévő művészek sorát látva, halva, ezt már előre politikolhatjuk, hogy ez az év is sikerülni fog. És számomra azért is fontos a nyári fesztivál, és azért is emelkedik ki egyébként a különböző évszakokhoz kapcsolódó kulturális programok közül, mert mindig, amikor lezárjuk egy, hogy pihenni mennek a színészeink is, és tulajdonképpen egy évad bezárul a fővárosi színházakban, akkor a nyári fesztivál egyfajta ügyként funkcionál. Nem maradunk tehát értékes kulturális tartalom nélkül sem ebben az időszakban sem, és nyilván a mi művészeinknek, mi játszóhelyeinknek is egy különleges lehetőség az, hogy ilyenkor nem a megszokott helyeken találkozhatnak velük, hanem ők is be tudják járni az országot, vagy akár tekintetnek más irányból is. Én azt hiszem, hogy az elmúlt években azok a fejlesztések és az a munka, amit a fővárosi önkormányzat végzett, ami a fővárosban zajlott, az nagyon szépen beérni látszik. Például ez az Európa legjobb úti célja kitüntetésben is tetten érhető, amit nem régen kapott meg a főváros, és talán azért is különleges ez a díj, vagy ez az elismerés, mert ilyen nagy arányban még soha egyetlen más város sem szavaztak meg külföldből. Tehát így látnak minket külföldi szemek, így látnak minket a hozzánk érkező turisták. És én biztos vagyok benne, hogy ennek az elismerésnek az egyik alapköve, alapeleme az éppen ez a hihetetlen gazdag kulturális kínálat, amiben mi szerencsére tudunk Budapesten. Engedjetek néhány szót már konkrétan a fesztivál idei felhozataláról. Ugye a két legnagyobb hagyományos helyszínünk a 32. szabadtéri színpad és a Városmegyei szabadtéri színpad, de emellett még például itt a szigeten is lehet velünk majd különböző helyszíneken tényleg különleges kulturális élményekkel találkozni majd. 120 programmal, köztük tényleg izgalmas és nagyon eleven klasszikusokkal és mai modern darabokkal is érkezik a nyári fesztivál. Klasszikusoknál maradva lesz opera és musical előadás, zenés színházi produkció, tánc és showműsorok lesznek majd, ahogy már említettem, bekapcsolódik majd a bizztorom is, mint helyszín, illetve a Szent Margit kolostor romok is várják majd például a legkisebbeket. Ezen kívül lesznek még egy könnyű zenei csemegék is az idejében, és ismét csak tagozva egy programra világítanék rá. Az 5. szervés napját nagyon készszerűen nálunk ünneplő Margaret Allen formációval fog megnyitni maga a fesztivál. Őket teljes installálásban a szintén születésnapos 15 éves Annelle Barbie zenekar követi majd a Heuréka Pop Orchestrával közös koncertjével, de itt lesz majd a Pink Martini júliusban, lesz még Zakár, és hát a Városmajorban is nagyon izgalmas előadók vannak, például Freddy, Fajabja, Cotton Club Singers és még nagyon sokan mások, akikkel mind találkozhatnak. Én azt hiszem, hogy még rengeteg szó lesz arról, hogy kik az idei fellépők, azért is vannak ott is vannak itt velünk ma, hogy erről egy picit tudjuk beszélgetni, úgyhogy én csak két nagyon fontos dátumot mondanék el, tehát az elején június 1-én majd lehet találkozni a megnyitón a Margaret Allen-nel a szimfonikus zenekarral, és egészen szeptember 7-ig élvezheti tényleg ezeket a fantasztikus programokat, amikor majd Karamán koncerttel fog zárulni a fesztivál. Úgyhogy én ehhez kívánok Önöknek majd a következő hónapokban nagyon jó szórakozást, és tényleg szeressék ezt a város, és élvezzék azt a fantasztikus kínálatot, amit a szervezőknek meg is köszönöm meg, Bánta Ódó Rejtel hozzam.